Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök VNTV-t vagy Vivanatúra televíziót látnak, láthattuk. A Magyar Természetgyógyászat arckép csarnokában Mester Károly Jóra beszélgetünk, most már immáron másodszor, szervusz, üdvözöllek. És az előző adásban oda eljutottunk, Károlyra azt kell tudni, hogy 30 évig, mint milyen mérnök vagy? Agrármérnökként. Agrármérnökként ezen állattelepeken végzett komolyabb vizsgálatokat, és gyakorlatilag a nagy tanulság az nekünk, hogy mi gyorsított formában, de a mi evolúciós lépcsőinket meg tudjuk nézegetni a mintáinkban, mint például a disznókban, akikben nagyon hasonlatosak a sejtek, szövetek, az emésztőrendszere, stb. És az ő rajta tapasztalható betegségek az ideje és órája meg van számolva, hogy az embereken is megjelenjenek, vagy már megjelentek, csak éppen az összefüggéseket nem akarjuk, illetve nem látjuk. Igazából itt fejeztük be az előző adást, és akkor Károly föltette azt a kérdést magának, hogy ha ezzel milyen módon lehetne változtatni, egy tolvonással meg lehetne szüntetni a GMO-s szójával a takarmányozást, meg lehetne szüntetni esetleg sok olyan vegyszer, permetezőszert, ami ugyanúgy belekerül az állatok táplálékába, de a táplálkozási lánc végén mi vagyunk, akik ugyanúgy megbetegszünk ezektől a csúnya mérgektől. Itt beszéltünk a glifozán, vagy miért? Glifozán. Glifozán, még utálom a nevét kimondani, pedig ezerszer hallottam, és nagyon sokszor, amikor jönnek például gasztirtani, akkor is ezzel a borzalommal gyilkolják a permetezik például a gyomnövényeket is, igaz? És az észre se veszik, hogy ott utána a gyümölcseinkben, mindenben ugyanúgy belekerül a glifozán, és azon keresztül is el tudjuk fogyasztani. Tehát ez egy rémálom, és azt ígértük a kedves nézőknek, hogy egy kis megoldást fogunk nekik mutatni, és konkrétan arra gondolok, hogyha az emberben rendben vannak a szinergista baktériumok, konkrétan a mikrobiom tökéletesen működik, akkor a bélnyálkahártya is ilyen módon védve van, mert hogy a bacikák oda tapadnak föl, és védik a bélnyálkahártyát, és hogyha őket egészséges úton tartjuk, akkor gyakorlatilag azok a szűrő rendszerek, amik utána nem engedik például a magas deutériumot tovább a rendszerbe, te megmondtál még egy pár dolgot, hogy miket képesek kiszűrni, akkor úgy a disznó, vagy az ember is egészségesen tud maradni, és az adás végén szeretném a te gondolataidnak egy manifestálódott kis quintesszenciáját bemutatni, amit nem jó szóra a termék, de aki helyet tud tenni, életet tud hozni az emésztőrendszerben, az elmondhatja magáról, hogy nem a halál lakik a belegben, hanem az élet lakik a belegben, és ezt az életet helyre tudjuk ott hozni, akkor egyszerűen az egészséget is helyre tudjuk hozni. És akkor menjünk vissza megint az elejére, hogy miért van az, hogy például te szünetben mondtad, de már egy békérdásban is láttam, hogy lassan nincs dolguk a henteseknek, mert a 6 hónapos disznóknak eltörik a lábuk, mert nem tud megfelelő csontozatuk kialakulni, és ezt már súlyt se tudják elviselni, amit hordoznak, és ez korábban 95 előtt soha nem volt ilyen probléma. Igen, tehát ugye gyakorlatilag a sertések takarmányában ugye, tehát be van állítva a D3 vitaminnak a szintje. Ugye ugyanúgy a kálcium, foszfor és a mikroelemek mennyisége is be van állítva. Tehát gyakorlatilag minden kontroll alatt van. Még egy nagyon fontos dolog a baromfi és a sertés takarmányokban az, hogy egy fitáz nevezetű enzimet teszünk hozzá, ami gyakorlatilag azt csinálja, hogy a gabonáknak a fitinben, ez egy lektin a gabona szemekben, bezárt makro- és mikroelemeket ugye leemészti. Tehát humánban ez a probléma, az adalékos kenyérben a fermentáció miatt a fitin, az a fitinben lévő makro-mikroelemekhez nem jut hozzá az ember. Tehát ugye az állatoknál odafigyelnek erre, hogy a gabona szemből ki tudjon jönni a fitinben lévő makro-mikroelem. Mit tudunk ezekről az adalékanyagos kenyerekről? Már harmadszor említetted, már meg kell kérdeznem. Ugye ezt is körülbelül 90 óta nyomják itt Magyarországon, korábban Németországban találkoztam az adalékos kenyerekkel, és a pékek azt mondják, hát ez a csúcsvilág, meg kis adalékot hozzáteszek, nagyon megpüffed, nagyon szép, másnapra még egy összeeső
kenyérnek. Hát ez egy, szerintem egy adást megérne. Egy adást, ha van egy adást. Kis idő, megcsináljuk. Akkor persze, akkor. Ez egy nagyon fontos dolog lenne humán szempontból. Aha. Na, vissza, igen. Vissza ide a kálcium probléma sertésnél. Aha. Tehát gyakorlatilag ahhoz, hogy a D3 vitamin ugye benne van a takarmányban, és ugye gyakorlatilag ettől kellene, hogy magas legyen a D-hormon tartalom a sertésnek a vérében, de nem magas, ugyanúgy az embereknél sem. Miért? Azért, mert a máj alakítja át a koleokalciferolt, egyszerűen nevezzük kálcidiollá, de van egy bonyolultabb neve, és a vese alakítja át a kálcidiolt kálcitriollá, és ez a D-hormon. Ez tudna beépülni a csontba. Ez a D-hormon. Na most következő a dolog. A D-hormon, van a kálcium kötőhelyek a bélnyálkahártyán. A bélnyálkahártyának jónak kell lenni ahhoz, hogy fel tudjon szívódni. Mindig itt a kulcsa a bélnyálkahártyának. Megfogja a D-hormon átvitt értelemben, és a bélben, a savas közegből egyszerűen a kálciumot kiveszi és beemeli a vérpályába. Ott van a vérben a kálcium. Ragyogó, most már minden rendben lesz. Aha. Nincs rendben. Azért, mert ugye a K2 vitamint szerintem egy pár éve fedeztük föl, hogy a K2 vitamin kell ahhoz, hogy beépüljön a csontokba a kálcium. És a K2 vitamin nincs, mert ugye egy hasznos B-baktérium termeli meg a K2 vitamint. Ugye kellene a zöld növény az állatok takarmányába, hogy legyen K1 vitamin, kellene a hasznos B-baktérium, hogy megtermelje a K2 vitamint, és akkor be tudna épülni. Humánban ugyanez a probléma. Tehát gyakorlatilag azt mondom, hogy májvese probléma, bélnyálkahártya plusz a hasznos B-baktériumok. Tehát ez elment vadászni, ez meglőtt, ez hazavitte. Öt tényező kell ahhoz, hogy a kálcium a csontokban legyen, ne pedig az ereknek a falán. Mert itt ez az érdekes, hogy az érelmeszesedésnél az a kálcium. Tehát a vérben nem lehet magas a kálcium, azért mert ugye az tetániás problémákat csinál. Kirakja az érfalra, és nem így a van. Csontba épül meg. Így van. És ettől lesz vastag a így van. A és rugalmatlan, akkor jön a szklerózis. Meg innentől jön a magas vérnyomás, és nem így tud van. Tákulni. Így van. Figyelj, ezek a szegény disznók a zöldet csak akkor látnak, ha a falak a zöldre festik, mert nem. Tehát most az én disznóim látnak zöldet, mert én veszek egy petrezselyem levelet ügyesen, és gyakorlatilag beleteszem abba. Most te otthonról beszélsz, de általában a telepeken nem nagyon látnak zöldet. Ezeket. Hát lucernalisztet használnak egyébként. Aha. Tehát aki megpróbálja funkcionálisan takarmányozni az állatait, tehát ne az, hogy rost. Hát miből van a rost? Hát bocsánatot kérek, hát még lignocellulózt is adnak az állatnak, mert a számítógép azt mondja rá, hogy rost. Viszont az nem táplálja a hasznos B-baktériumokat, tehát a levél... Nem szaporodik rajta. Így van. Tehát pektin és hemicellulóz kell. Aha. Ez nagyon fontos dolog. Tehát amikor én elmondom, hogy én malac takarmányba szárított alma törköt teszek, ez az almagyártásnak a mellékterméke, és tiszta hemicellulóz, tiszta pektin. Hát, tehát nem rost között óriási különbség van, tehát nem mindegy, hogy valaki halolajat vesz, vagy pálmaolajat. Most szemtel leszek, az előző adásban beszéltük, hogy állati melléktermék porítva, szárítva visszaadják az állatoknak, ott meg elvileg zselatin van benne, nem? Így tehát van, hogy ez ugyanúgy jó elvileg? Persze. Hát most akinek tehát porc problémája van, egyértelmű naponta zselatin. Uh-huh. Vagy hát... De én ezt a vegetáriánusoknak húst adni, ez kanibalizmus valamilyen szinten, mert az a csoda... ki a vegetáriánus, bocsánat? Hát jó, ebben már többször... A baromfi nem, meg a sertés nem. Hát a sertés mindenevő. Mindenevő. Hát a homo sapiens az is mindenevő. Uh-huh. Igen, ez egy úgy szintén egy különadás, hogy a marha is elvileg húsevő, onnantól, hogy a... Tehát a marha nem, az növények. Várj, oké. A növényeken ő triviális mennyiségű baktériumot termel, így van. És utána a baktériumnak így a fehérjét fogyasztja el tulajdonképpen, és ilyen szempontból, mivel azok nem fotoszintézis alapján jönnek létre, ezért ő húsevő a marha is ilyen szempontból. Tehát ugye gyakorlatilag ugye egy fermentációs emésztése van, és ott a baktériumok azok gyakorlatilag szerves savakat képeznek az enzimes emésztése rendelkező állatoknál, ugye gyakorlatilag a rost az leginkább emészthetetlen, bár a hasznos B-baktériumok ugye tudják használni, és az egy fontos része, de ott leginkább ugye a rostból termelik meg az energiát, például aki kizárólag legelő állat például. Jó, ugye azt ígértük az elején, hogy
hogy sorstársak és sporttársak vagyunk a disznókkal, igaz? Tehát hogy az ő sorsuk az a mi életünkben is megjelenik. Mikor, mi van akkor, hogyha az én testembe is bekerül ez a méregszer, ez a glükozán? Na most ugye a hasznos B-baktériumokat egyértelműen tönkre teszi. Az a nagy gyilkója. Így van, tehát ebből egy szegmens volt itt a K2 vitamin, de például ugye itt az érzelmi életünknek, vagy tehát a finoman szabályzott lelki mechanizmusoknak, tehát ugye a szerotonin például egy nagyon-nagyon fontos szegmense, tehát ezek a neurotranszmitterek, ezek nagyon-nagyon fontosak, mert nagyon sokféle neurotranszmitter, ami a pszichikumnak a szabályos működéséhez szükséges, az gyakorlatilag a bélbaktériumok termelik meg. Tehát ugye a triptofánból lesz a szerotonin, az egyértelmű, hogy egy dekarboxiláz enzim termelő baktérium csinálja meg ezt a tevékenységet. Ha ezek nem olyan mennyiségben vannak jelen a szervezetben, amilyen mennyiségben kell, akkor ebből óriási probléma. Nem tudunk hormonális úton elállítani szerotonin? Elő tudunk, csak így a következő a probléma. Itt körülbelül olyan 12-13 féle ilyen neurotranszmitter van, ami az érzelmi egyensúlyi állapotunkat, meg ugye nagyon sok mindent befolyásol. És itt nem csak az abszolút mennyiség, hanem az egymáshoz viszonyított aránya is befolyásolja. Tehát például az a GABA, ami egy ilyen vajsav származék, annak az arány, annak a mennyisége a szerotonin hatást jelentősen befolyásolja. Tehát a bél agy tengelye, hogyha nekünk a szerotonin termelésünk a mikrobiom által nem megfelelő, akkor a közérzetünk, a finom lelki hangolásunk úgy szintén eldurvulunk például, hogy milyen érdekes dolog, sose gondoltad volna, kedves néző, hogy a benned lévő baktériumok ilyen módon befolyásolják. Egyre tudatosabb BNTV nézőkről van szó, de látjuk, hogy egy olyan mély vízbe dugtuk a kezünket, ahol igenis, hogyha a baktériumokat helyre tudjuk hozni, a szinergista baktériumokról beszélünk, nem a patogén törzsekről, akkor ők azok, akik ezt a sokféle ember ellen elkövetett emberi bűntényt képesek valami módon kompenzálni, és így talán így került a fókuszod, hogyha az emésztőrendszerben rendet tudsz tenni, akkor az egész egészség kapcsán rendet tudunk tenni, és innentől hallgatnám, hogy van egy találmányod is ezzel kapcsolatban, amit elfogadtak már, és ebből te készítettél valami csodát is. Hát én nem mondanám, hogy csoda, hanem van egy táplálkozási környezetünk. Aha. Ez a táplálkozási környezet az elmúlt 30 évben nagyon megváltozott. Aha. Ami megváltozott, az borítja föl a teremtett világnak a rendjét. Na most tulajdonképpen én nem nagyon tudom befolyásolni, illetve próbálom elmondani, hogy mit kéne, meg mit nem kéne, csak gyakorlatilag érnek bennünket hatások. Például az ízfokozók révén érnek hatások, és gyakorlatilag ezek nekünk elrontják a keringésünket. Most pont a nátriumglutamátról beszélünk konkrétan, meg az összes többiről. Hát, csak a számait ismerjük, de a nevüket sem sokszor. Jelenleg az ízfokozókat nem is kell jelölni az élelmiszerbe, tehát ezt elintézték azért úgy szépen. Én itt a lizinről beszélek egyébként. Az előbb mondtad, hogy a kismalac ahhoz megy oda, amiben lizin van. Igen. Így van. Tehát ugye egy fogyasztói társadalomban, ugye, hogyha egy bevásárló központban van 10 féle túró torta, akkor gyakorlatilag hát lehet választani. Na most ugye, ha valaki végigpróbálja mind a 10 túró tortát, azt fogja megenni legközelebb, amelyik a legfinomabb. Na most melyik a legfinomabb, melyik a legédesebb, és amelyikbe hát valamilyen ízfokozó van. És ez mind additív hatású, tehát így van, így hozzá van. Szokunk, és így van. Azt keresik. Tehát utána. Most ugye itt nem akarok belemenni itt biokémiába, mert ennek nagyon nagy mélységei vannak, tehát ezt érteni kell. Külön tudományára. A fehérjelmésztést, a szabad aminósavaknak szerepét, az aminósavak antagonizmusát, és... Énként bocsáss, mert nem fog beleszólni többet, de az addíciót most már törvényekkel tiltják, hogy additív szereket nem lehet beletenni a termékekbe, de például az összes chipsbe additív szerek vannak. Persze. Azért kiveszel egyet, és meg nem eszed az acskót is, egyszerűen nem tudod hagyni. Így van, így van. És egyébként az ízfokozók ilyen szempontból... Az a feldolgozott húskészítmény, amelyiknek hogy 51%-a hús, annak mitől lesz hús íze a maradék 49-nek? Tehát... Ez nagyon érdekes dolog, tehát a keringést hogyan rontja el. Tehát, ugye valakinek magas a vérnyomása, akkor gyakorlatilag a mikrokapillárisok nehezen tudnak megnyílni. Hol nem nyílnak meg a mikrokapillárisok? A vesében, a bélbolyhoknál, az agyban, a
a porcoknak a vérellátása nem megfelelő. Tehát az epifízist olyan pici kis vékony hajszárelek látják el, ha ott ezek nem tudnak megnyílni. És még itt van több olyan kérdés, például a simaizmok hogyan romlanak el a szervezetbe. Mi rontja el a simaizmokat? Tehát ennyi refluxos ember soha nem volt, mint most. Tehát ez egy összetett kérdés, vagy az aszmánál a simaizmok hogyan romlanak el az alveolszakon kívül. Tehát ez mind összefügg, mert az ereknél is a vazodilatáció, tehát a vérereknek a megnyílásánál a simaizmok játszanak szerepet. Na most ezt rontja el. Tehát amikor... Mi rontja ezt el? Az ízfokozó. Ízfokozó. Tehát itt a lizin-arginin antagonizmus, tehát ugye még egyszer hangsúlyozom, aki egy kicsit mélyebben akar belemenni, az utána nézhet, akár az én munkámban, akár másnak a munkájában ezeket az élettani alapokat meg lehet találni. Az arginin, ez egy speciális aminosav, amivel például a hiányában még a nemzőképességünk is korlátozódik. Így van, így van, így van. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az embernek tulajdonképpen nem eszenciális aminosav, csak a gyereknek. Aha. Viszont a sertésnek, meg baromfinak igen, mondjuk ez egy érdekes kérdés, csak azáltal, hogy lizin kerül a táplálékunkba, azáltal gátolt a, tehát lokális arginin hiány csinál, és ezért van erekciós probléma, ott is a vérerek nem tudnak megnyílni, ezért van sebgyógyulási probléma, mert oda is kell a nitrogénmonoxid, ezért van, tehát előbb-utóbb meg lesz a honlapja a humán terméknek is, csak ott óvatosan kell eljárni. Tehát én azt állítom, hogy a nitrogénmonoxid hiány az gyakorlatilag szerepet játszik az inzulinrezisztencia kialakulásában, és ezt nem én állítom, hanem nagyon komoly tudományos cikkek foglalkoznak ezzel. Vagy például az egysejtű paraziták problémájánál a bélnek a nitrogénmonoxid termelése, tehát a bérben lévő pellyel plakkokban történik meg a nitrogénmonoxid termelés, az hiányzik, hogy a parazitákat a saját immunrendszerünk szépen kordába tudja tartani. Aha. Tehát nagyon érdekes. Az argininint akkor hol termeljük meg a testünkben? Tehát tulajdonképpen az argininint a táplálékkal fölvesszük. Aha. Az szépen felszívódik, és ott van a vérben, és ott van mindenhol, és figyel, hogy ki fog engem hívni. Uh-huh. Mert azt mondja, ugye Jancsi elmegy randizni, és akkor gyakorlatilag ott... Akkor lent hívják, igen? Akkor hívják, de hogyha, mit tudom én, bekerül egy problémás parazita a bélben, akkor a bélben lévő makrofág fogja hívni az argininint, mert tőled fogom elvenni a nitrogénmonoxidot, és azáltal a sejtes immunitás elkezd működni, vagy a másik dolog, ha képződik, ugye 3 percenként képződik átíródásába a testünkbe, magyarul egy beteg sejt, az immunrendszer felismeri, és hívja az argininint, hogy gyere ide, mert én a daganatos sejtet a nitrogénmonoxiddal fogom meghekkelni, és akkor tud elindulni az apoptózis a beteg sejtben. És félelmetes, bonyolult rendszer egyébként, amit... Na most ezt nehogy valaki úgy gondolja, hogy én ezt egy év alatt... Tehát ez egy... Hogy az összefüggéséget meglássad. Ez egy 30 éves munka, mondjuk állatorvos kollégámmal, a legutolsóval 7 éven keresztül dolgoztam együtt. Tehát hihetetlen beszélgetések voltak, egymást inspiráltuk arra, hogy na most mi lehet az oka, hol romlott el? Na most nyilvánvalóan, amikor egy sertéstelepről elmész 300-ra, és ugyanazt látod, akkor azt mondod, van, hogy... Van egy közös valami. Így van. Pestis. Tehát itt az, hogy idézőjelben, te mindenki abba a gyors étterembe jár, az a probléma. Ezt a lizint viszont most egy 10 év óta herpeszre, orva szájba adják az embereknek, és ott elvileg jól működik, igaz? De innentől fogva látjuk, hogy igazából egész test szinte meg nem feltétlenül fontos, hogy lizinnel. Hát igen, mert a lizinnek a működése az, hogy lokális arginin hiány csinál a szervezetbe. És az arginin nekünk fontosabb, mint az, hogy legyen egy kis herpeszünk. Na, igen, tehát mindjárt. Tehát lokális arginin hiány. Viszont a herpesznek nagyon sok arginin van, nagyon sok arginin kell a genomnak a szaporodásához. Aha. És tőlünk vonja el az arginin. Tehát tulajdonképpen lokális arginin hiány csinál a lizin. És ezért nem tud a herpes szaporodni. De
viszont nagyon-nagyon sok helyre, tehát ugye az sejtes immunitás működésének, a makrofágnak, a katonának a lőszere az a lizin. A vazodilatációnál, ami megnyitja a vérereket, az a nitrogénmonoxid. Az arginin kell. Ugye a sebgyógyulásnál a fibroblasztok képződése arginin függő, mert nitrogénmonoxid kell hozzá. Van egy, hát remélem a képet meg tudjuk mutatni, egy lengyel orvos, a Krakói Orvosi Egyetemen foglalkoztak vele behatóan, hogy tulajdonképpen hány helyre van szükség. Van egy listám, 5 oldal. Tulajdonképpen az arginin az most már antioxidánsnak minősül, mert eddig nem is tudtuk, hogy az, mert nem hiányzott. Aha. Beavatkoztunk a teremtett világ rendjébe, teszünk valamit a bélbe, ami természetes körül. Ezért ez a legszebb és a legelgondoltatóbb kérdés, hogy mondjuk nekünk a testünkbe, mondok egy számot, nem biztos, hogy annyi, de ha kiszámolnánk, van körülbelül 400 g lizin. És ha szabad aminosavként tesszük a bélbe, annak negatív hatása van. Tehát ez az in vivo és az in vitro, amit én szoktam mondani, hogy azért már a receptlapon szépet mutat, tehát kémiailag bennünk hogy működik, a struktúra a fontos. És hogyha a természet önmagától ezt nem csinálta meg, valószínűleg nekünk kívülről nem kéne megcsinálni. Így van, de hát ez a... A kereszthatásokat nem tudjuk fölmérni. Tehát gyakorlatilag ennek az a lényege, hogy tulajdonképpen az én termékem legyen finomabb, az enyémet vedd meg, és mi meg gyarlók vagyunk. Amíg veszed, addig eszed. Tehát, hogy megint a tudatosság jön felül, tehát gyakorlatilag megnézed ezt a műsort, elkezdesz gondolkodni, hogy milyen ízfokozókat vagy hajlandó a chipsekben, elmész a gyors étkezébe, az is csak ízfokozóról van szó. Ez megdöbbentő volt, hogy tényleg a májkrémben 51%, valóságban 80%, de ez a 20 is micsoda, hagyj kérdezzem már meg, igaz? Tehát, hogy borzalom, hogy tudatosan, nem tudatosan, tudattalanul mérgezzük magunkat, és akkor ott van rengeteg felismerhetetlen új betegség, és semmi más, csak magát a táplálkozásunkat kéne visszaállítani a 95 év elejére, mert a nagy rendszerváltozással hoztuk magunkra ezt a pénzpestist, mert ugye minden a profiton múlik, és én nem dogmatikus vagyok ebből a szempontból, és egyszerűen ez nagyon érdekes volt, amit mondtál, hogy az agy béltengelyen keresztül, hogyha a mikroflóránk beteg, egyszerűen nem tudja azokat a boldogító hormonokat se állítani, amitől te jól érzed magad, és a lélek finom rezgései elmúlnak, és csak olyan zombi leszel, amit itt elvárnak tőled, hogy egész nap dolgozzál, mondjuk 60-70 évig, aztán menj a pályáról, és add át a helyedet a következőknek, és ez egy nagyon csúnya világot vázolni ezt fel. Na idáig volt ez a sötét oldal, most áttérünk a napos oldalra. Napos oldal úgy néz ki, hogy azért 30 év tapasztalata után gondoltál egy bátrat, és összeállítottál valamit, amit most már nem tudom hány ezer embernek odaadtál. Többek között nekem is, és megmondom őszintén, nagyon pozitív tapasztalataim voltak vele. Nyisd már ki, légy szíves. Hogyan kerül az egészség az asztalra? Hát ugye azt szoktam mondani, hogy a kismalac az nem tud bemenni a bioboltba, és ugye bevásárló kosarat előveszi, és akkor leveszi az egészséges termékeket. Minden összefér. Mindent bele kellett tenni, mert ugye az eredeti készítmény az egy állatgyógyászati, gyógyhatású készítmény. Tehát állatok gyógyulhatnak tőle, ember nem gyógyulhat. Ember nem, tehát ez humán étrend kiegészítőként van engedélyeztetve. Tehát gyakorlatilag ugye a kismalac ugye nem tud bemenni a bioboltba, és ezért ugye ebben van 10 féle gyógynövény. Ugye, tudod, hogy fejből ötlet? Persze. Ugye a glifozát probléma. Ugye gyakorlatilag azt mondtuk, hogy ugye minden nap adunk egy nagy pofont a hasznos B-baktériumoknak, ha valamilyen csatornán bekerül a glifozát. Hmm. Már pedig bekerül. Tehát aki vegetáriánus, az is bekerül, annak is bekerül, tehát hiába mondja, hogy nem, ő nem fogyaszt húst. Na most ennek van egy gyógynövénye, egyébként hát ugye a... Tehát a glifozátnak mi a gyógynövénye, ami kitudja? Ez a lósos kamag. Lósos kamag. Tehát ugye ez nagyon érdekes, hogy én még dolgoztam öreg állatorvosokkal együtt, tehát meg is nevezem a nevét, dr. Mihály Józsefnek hívják, Isten nyugosztalja, tehát nagyon örömmel dolgoztunk együtt, és én nagyon sok mindent tanultam tőle. Na most ugye gyakorlatilag ezt az alföldi paraszt, jó értelemben használom mindig, az
sóslórumnak hívja. Tehát minden padláson föl volt kötve, állatnak, embernek hasmenése volt, rögtön lósóska mag. Tehát ez egy nagyon-nagyon... Vagy mondhatom a dr. Olándornak a nevét, aki ugye a Békés-megyei népi gyógyászatot ugye leírta, vagy a Szatmári népi gyógyászatot leírta, ott neki etalon volt. Tehát például az egysejtű parazitáknál ugye állatorvos kollega, bár őszhajú állatorvos kollega, nem is volt kokcidiosztatikum nyulaknak. Aha. Lósos kamagot megfőzték, tökéletesen működött, a bélben a sejtes immunitást elkezd működni közben. Hmm. Tehát gyakorlatilag a károsakat próbálja gátolni, van egy enyhe parazitellenes hatása is. Hmm. Aztán ugye hát ugye sajnos ez az állatorvosok problémája, hogy a hasmenése van az állatnak, akkor rögtön írunk föl neki antibiotikumot. Hát hétféle okból lehet hasmenés egy állatnak, többek között ez a szekréciós hasmenés, amikor tulajdonképpen egy ilyen vakriasztás van, és ezt a szekréciós állapotot kell megszüntetni, mert ha ezt nem szüntetjük meg, akkor a folyadék és az elektrolit veszteség akkora, hogy akár az ember, akár az állat nagyon válságos állapotba tud kerülni, főleg az idősödő szervezet. Tehát gyakorlatilag annak a gyógynövénye, ez a csalán, de orvosi zsája is van benne. Na most ugye itt a mikrokapillárisok megnyílása, az inzulinrezisztencia, az egyértelmű, hogy a fekete áfonya levél. Tehát erre érdekes történetek vannak, de szerintem István, ezt te is ismered a történeteket. Aztán ugye a bélnyálkahártyának a védelme, az nagyon-nagyon fontos dolog, vagy a szekrétumnak, a bélnedveknek a termelése. Tehát ezekre mindre van gyógynövény benne. Na most szeretném elmondani a Mária tövist. A Mária tövis ugye gyakorlatilag ez lenne az a gyógynövény, amely, és erre megvan a tudományos F-szállítás is van rá, hogy így van, a májsejtépítésre. Tehát gyakorlatilag a májsejtépítés és a glifozátnak a kivédése. Igen. Tehát erre megvan a tudományos közlemény, és az, az igazság, hogy nagyon jó tapasztalatok vannak vele állatnál például. Tehát ez egy olyan készítmény, mondjuk bélbaktériumok termelnek káros toxinokat, és eleve van egy máj probléma, az a toxin rázódul a májra. Igen ám, csak ez nem csak a májat védi, hanem a bélbaktériumokat rendbe teszi, másnaptól már nem zódul rá. Tehát állatoknál, ugye több tízezer állatnál jön ez az eredmény vissza. Na most ugye itt meg egy, van egy enyhe, vagy egy kis csoda, bár mondtam, hogy nincs csoda benne, de azért egy pici van. A Mária tövisnek a magja az barna. Kisajtolod az olajat, az ilyen sötét sárga. És mi a pogácsát is tinktúrázzuk, azért, hogy a vízben oldódó hatóanyagok is kijöjjenek. És ez potenciálja az olajban, tehát szinergista vagy adjuváns hatás. És ugye mit gondolsz, amikor mi megcsináljuk a Mária tövis modult? A barna színű magból, a sötét sárga olajból milyen szín jön elő? Tehát még egyszer a sárgából? Sárgából és a barnából. Hát valószínűleg, mivel minden a máj színéről szól, ugye a máj nedvei a zöldek és sárgák. De nem tudom, hogy ebből most... A virágnak a lila színe jön elő. Igen. Aha. Tehát ez olyan érdekes volt, mikor először ezt végigcsináltuk a kollégámmal, akivel, tehát ugye én 17 éve dolgozom együtt, és ugye ő a garanciája. Tehát a vízben oldódó Mária tövis magból újból előjön a virágnak? Nem. Tehát a Mária tövisnek többféle hatóanyaga van. Van a zsírban oldódók, ezek a szilimarin, szilimidin. Viszont vannak bioflavonoid vízben oldódók. Na most általában a Mária tövis készítmények a szilimarin, szilimidin. És nincsen benne a vízben oldódó. Aha. Mi ezt a pogácsát tinktúrázzuk, és a végén összehozzuk. Aha. Érted? Tehát ez így működik. Na most ez tulajdonképpen egy amerikai szabadalom lenne, és a másik dolog, hogy van mellette egy anyag, ami segíti a főszívódását, mert akinek máj problémája... Emulgálnod kell az olajat ahhoz, hogy a vízbe újból betűnjön. És akinek ugye máj problémája Bocsát, van... már itt ilyen termékgyártási tapasztalatok. Tehát akinek ugye máj problémája van, annak ugye az a problémája, hogy epeürülés is van, és aha, nincs. Tehát nincs. Ha epe nem tud emulgálni, akkor is föl tud szívódni. Aha. Tehát hogy mondjam, tehát ezt én... Jó, elkezdem ezt iszogatni egy életen át, kell, hogy a támadás az minden nap érkezik. Igen. Tehát onnantól, hogy bemegyek egy étterembe, vagy nem tudom otthon a háztáji kacsámat, vagy bármilyet megenni, vagy a növényeimet is ér ilyen támadás, akkor egy életen át kell ilyen, ezért fel volt iszogatnom. Tehát, hogy mennyit kell ebből önni egyébként?
Hát ez testtömeg függő, azt szoktam mondani, meg indikáció függő, tehát azt jelenti, hogy durván egy olyan 4 centiliter. Tehát egy... Annyi, mint egy feles reggel annak így idején, van, így van, így mióta van, kimentünk. De egyébként szerintem az érzés az ugyanaz, tehát ugye a nem véletlenül itták meg a 3 cent pálinkájukat az ember egy enyhe írtágító. Az egy feles volt, persze. Nem 3 cent. Akkor feles, egy enyhe írtágító hatása volt, attól senkinek nem volt semmilyen problémája. Ez ugyanaz, tehát és hát ugye ebben van ugye reggel az a fulvósa. Hát reggeli után szoktam én például. A fulvósa mit csinál még pluszbe ezekkel? Na most ugye beszéltünk itt a lizinről. És ugye a lizinnel nekünk szükségünk van rá, csak nem abban a formában. Na most én gondolkodtam rajta, hogy a teremtette a Jóisten egy molekulát, amivel ugye a lizin nagyon könnyen képez egy komplex vegyületet, és nem lizinként szívódik föl, hanem úgy szívódik föl, mint egy peptid. Na most ez a molekula, ez a fulvósav. Ez az a molekula, amelyeket mi, mikor patakvizet, meg folyóvizeket ittunk, természetesen minden embernek benne volt a táplálékában. Tehát tulajdonképpen ez úgy van kiszámítva, hogy amennyi fulvósavat fölvett 200 vagy 150 évvel ezelőtt egy ember, annak a mennyisége van ide beletéve, pontosan azért, hogy ezeket a komplexeket, meg a kellátokat a gyomorban megképezze. A Hanza vízről olvastam ezt én valahol annak idején, hogy amíg csorog a patak, addig ilyen bedőlt fáknak az anyagaiból kioldva jön létre tulajdonképpen a fulvósav, és ugyanakkor, hogyha nem patakvizet iszünk, hanem másfajtát, abban ez nincsen benne. Nincs, hát ugye a kémiai oxidációs igénybe belemérik a fulvósavat, magyarul szerves anyagba mérik bele, és ugye abban a pillanatban a szerves anyag lehet baktérium, és itt eloxidálnak mindent. Ott, bocsánat, de most hirtelen nagyon régen olvastam ezt, hogy ezekben a megkövült fákban lévő gyantát oldják ki, de most tényleg improvizálok ebben a dologban, és nincsen megfelelő. Hát én inkább arra vetítem vissza, hogy gyakorlatilag ameddig ugye a patak meg folyóvizet ittunk, addig gyakorlatilag, de hát ez a természetes borvizekben ott van benne. Tehát, hát ott kellett valami baktérium ölő hatás, ugye, mert az állatok is beleittek, a dögök is oda kerültek sokszor. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, ugye most abból aztán mennyi a marketing, vagy mennyi nem, tehát ilyen amerikaiak, tehát az Egyesült Államokban ugye gyakorlatilag Floridában vannak nagy telepek, ahol gyakorlatilag a fulvósavat ugye nagy mennyiségben tudják előállítani. Ott gyakorlatilag hihetetlen irodalma van, hogy milyen pozitív hatásai vannak. Én tulajdonképpen ez a kellát is komplex képző hatás miatt tettem ezt bele, és pontosan arra az, hogy ez egy van egy külön nagy mennyiség benne azért, hogyha még a gyomorban találkozik olyan anyaggal, ami nekünk nem megfelelő, azokkal ugye gyakorlatilag létrehozza ezt a kötést és bekerüljön. Tehát nagyon jól működik ez, mert mi ezt lemodelleztük. Tehát gyakorlatilag van ez egyébként? Ez a készítmény? Aha. Tehát 2006-ban kapott engedélyt az 5 állatgyógyászati gyógyhatású készítmény, és gyakorlatilag, hát pontosan azért, mert elindult egy mozgalom, tehát már házhoz jöttek, tehát ez most már kezdett problémásá válni, hogy én adjam oda az állatgyógyászati készítményt, nyilvánvalóan nem lehet, és gyakorlatilag akkor hát megcsináltuk ennek a humán változatot, ami egy értékesebb nyilvánvalóan, és bekalibráltuk, meg teszteltük, és gyakorlatilag 2017 november végén kapta meg az engedélyt. Tehát a humára. Így van. És akkor hagyd kérdezem meg, azok a kis malacok, meg csirkék, akik, meg lovak, ugye említetted, hogy lovak is hiszen, visszafordultak ezek a problémák, amiket itt az előző adásban azért érintettünk? Tehát én mindig elmondom, hogy ugye ha van egy probléma, akkor kell egy 10 napos kezelés, és ugye itt közgazdasági szempontok játszanak, meg az állatoknak rövidebb az élettartalma is, és gyakorlatilag vissza kell térni mindig egy pózáló kezelésre. Aha. Tehát ahhoz, hogy ez 100%-ban jól működjön. Aha. De most tulajdonképpen ugye itt ennek azért nem egy drága termék, tehát ha most azt veszem, hogy naponta egy kávé ára, hát most akinek nincsen az egészségére egy kávé ára naponta, vagy egy jobb helyen megfőzött kávénak az ára, akkor már el kell gondolkodni. Tehát mivel a táplálkozási környezetünkben nem nagyon tudunk változtatni,
Éppen ezért én úgy gondolom, hogy... Tehát te nem azt gondolod, hogy az embereknek lapátolni kell a probiotikumot, hanem a saját belső mikrobiomot, a saját flórádat kell olyan állapotba hozni, hogy ő nagyon gyorsan szaporodjon, igaz? És az összes ilyen toxikus dolgok, minden toxikum, ami egyébként nem odavaló, ezeket képes a baktérium kompenzálni után. Tehát te nem bacikat adsz, hanem életteret adsz a baciknak. Na, erről van szó. Tehát én nem vagyok probiotikum ellenes, aha, viszont ugye egyrészt ugye a káros B-baktériumokat szorítani kell vissza, aha, mert a hasznosakat folyamatosan szorítja valami, tehát ez egy verseny. És a következő lépés pedig az, hogy a fűmagot szórhatjuk a betonra, nem fog kikelni. Tehát a fűmag a probiotikum, és az a környezet, ami táplálja, az egy talaj, ahol szépen ugye minden nap megöntözzük, meg gyakorlatilag a tápanyag főtáradás ott van, és elkezd nőni. Na most ez az a készítmény, amelyik táplálja. Az ebben lévő ugye a következő lépés, ami ebben van egy alma, tehát alma pektin van benne. Tehát ugye azt ezelőtt, amikor én csináltam ezt a készítményt, akkor gondolkodtam, hogy akkor az alma pektint hogyan tesszük bele. Egy kiló alma pektin az volt akkor 5000 forint. Uh-huh. Most 15000. Uh-huh. Azért, mert a gasztroenterális problémáknak nagyon jó megoldása. És a fruktooligoszaharidokon nem gondolkoztál, hogy egy kicsit inulin kivonat, stb., mert ők ugyanúgy imádják a bélbaktériumok, hogy azon szaporodjanak, és mondjuk az se... Én megmondom őszintén, hogy nagyon sokat használtunk, aha, állatoknál, tehát főleg malacoknál. Most nem akarom elmondani a termék nevét meg a vállalatot, de nekem nem volt túl jó tapasztalatom vele. Aha. Viszont ez egy teljesen természetes anyag. Mondjuk az is természetes anyag, csak ez nem, egy... Túl lehet lőni egyébként, mert kicsivel többet adsz, akkor szétfoshatja az állatot, de emberi használatnál ugyanúgy bélgörcsöket okozhat. Tehát ez a pektin és az a hemocellulóz így. Tehát ez nagyon érdekes, hogy a malac takarmányokba betesszük ezt az én szállított almatörkönynek, aha, hívom, abból főzzük meg ezt, tehát eszméletlen minőségű széklet lesz. Aha. És te ebből a szállított törkölyből vonod ki a pektint? Igen. Vagy? Tehát ennek van egy speciális főzési módszere, és ezzel a főzési módszerrel, tehát ipari méretekben, tehát Magyarországon nem tudsz venni ilyen szállított almatörkölyt, vagy nagyon drágán tudod megvenni, most nem is nagyon lehet már venni ilyenkor, és gyakorlatilag elviszik az egészet külföldre. Tehát Svájcba viszik, gyógyszergyártás alapanyaga. És ipari méretekben olyan, hát olyan 6-7%-ot lehet kinyerni ebből az alma. Tehát ugye az almalé gyártásnak a mellékterméke kipréselik az almát. Mi is 7%-ot tudunk kifőzni belőle. Aha. Tehát ezzel a módszerrel. A miénk folyékony, tehát ez a termék maga folyékony. Így van. És egy ilyen, hát hihetetlen illatok vannak az üzembe, tehát amikor mi ezt csináljuk. Tehát, és ugye a mellékterméket elviszik állattartók. Hát annak pedig hihetetlen hatása. Most nem akarok belemenni részletekbe, mert nem akarok belemenni, mert... Az igazság, hogy nagyon közel élek a természethez és az állatokhoz is, és van egy lányom, aki lótartó, meg a nagyszüleim még marhákat tartottak, disznókat, és ott mindig folyamatosan kapcsolatban voltunk azokkal a székletekkel, amit ezek az állatok produkáltak, és abból tökéletesen lehet látni, van a csirke, mit alkot a kacsa, vagy a bármi, hogy milyen egészségi állapotban vannak ezek az állatok. Most látjuk, hogy az embernél a legnagyobb kincs egy rendes reggeli egészséges széklet, aminek a 85%-a baktériumokból áll, igaz? És ha ez nincs meg, akkor egyszerűen nincsen egészség. Itt hadd kapcsolódjak ehhez, hogy amikor reggel főhúzod a gumicsizmát, és minden telepvezető főhúzza a gumicsizmát, és körbe megy a telepen, és mondjuk van benne 10000 állat, aha, és ha minden kutricába benéz, akkor ugye az állattenyésztőnek, vagy az állatorvosnak azért a szeme az olyan, mindig azt veszi észre, ami nem jó, aha, nem a jót veszi észre, és gyakorlatilag most végigmész a telepeken, minden állatnak látod a székletét, ha rossz. Aha. Na most egy 10000 lakosú városban, hát nem egy orvos van, hanem 10 mondjuk, vagy 15, és gyakorlatilag nem tud belenézni. Nem tud belenézni. Na most, ha most én belenéztem minden állatnak, megláttam a székletét, akkor tudod, mi a következtetésem? Ha 20 évvel ezelőtt bementél a sertéstelepre, körbe mentél, mit láttál? Formázott bélsárt. Így van. Úgy hívják. Most mit látsz? Van bacival. Most mit látsz? Hasmenés. Úgy néz ki a sertésnek a bélsara, mint a tehéné.
Tehát a sertésnek a vésel az úgy néz ki, mint egy egészséges kutya kaki. Aha. Most már nem az van. Na most, amikor egy telepvezető kollega mondja, hogy hát, hogy hasmanisak az állatok, de még a fajlag nem ment el. Ez a fajlag, ez azt jelenti, hogy fajlagos takarmány felhasználás. Mondtam neki, majd el fog az is menni. Aha. Tehát gyakorlatilag itt beláthatatlan következményei vannak annak, hogy nincsen formázott bésor az állatoknak. Uh-huh. És ugye itt szóba került például az állatoknak a viselkedése is. Tehát, agresszivitása például. Igen, meg tehát, olyan dolgokat lehet látni telepeken. Tehát azzal már itt beszélgetés során kiderült, hogy azért az élettamba, biokémiába, kórélettamba eléggé mélyen benne vagyok. Tehát amikor egy folyamatosan habzik egy állatnak a szája, és én azt mondom, hogy a karbamid ciklusban ott van az arginin, és arginin hiány miatt habzik, mert ennek az állatnak magas a vérnek az ammónia szintje, és bemegy az agyvízbe, és gyakorlatilag blokkolja a motoros sejteket, és nem tud nyelni az állat, és a nyál fölhalmozódik a szájába. És akkor azt mondja erre a mainstream, hogy esztétikai probléma. Én tudod, mit mondok? Ez a koca, ez nem fog egészséges malacokat szülni, mert ezt úgy hívják, hogy intrauterine growth retardation, méhen belül korlátozott növekedés a magzatok születnek. És itt álljunk meg egy percre, ha beütöd ezt a négy szót, először a méhen belül korlátozott növekedésű csecsemőket hozza ki. Hmm. Na most, és akkor itt a társadalmi felelősség abban, hogy egy nem tudatosan táplálkozó rétegnek el kéne mondani, hogy ezektől melleg, mert azért nem születik megfelelő súlyú csecsemőd, mert a placentának vagy a méhlepénynek nem jó a keringése. Aki fölmegy az én állatgyógyászati honlapomra, miért születnek kissúlyú malacok, el lehet olvasni az összefüggéseket. Tehát a lelkiismeret, vagy a felelősség, amit az emberre rátett a teremtő, hogy én ezt láttam ott, és fejtsd meg a problémának az okát, mert én jó szándékkal csináltam eddig mindent, és mégis probléma van, akkor ki okozza ezt a problémát, és elmész ilyen mélységekig, és ezeket mind bizonyítani lehet. Tehát elő kell venni Fonyó Attila orvosi élettan könyvét, szabad aminósavaknak a felszívódása hogy van? Nem én mondom, hanem a Fonyó professzor úr. Jó, próbálj meg összefoglalni. Ugye most itt a két adásban azért elég sok minden olyan károkozó, kórokozót mondtunk, ami tönkreteszi az állataink életét, igaz? Illetve haszonállataink életét, és a következő lépcsőfokon még már ott állunk mi, és látjuk ezt a rengeteg egészségügyi problémát az embereknél, amit ott te a telepeken, a disznóknál, csirkéknél, marháknál mindenütt észrevetted. Ezeket lépésről lépésre végigjártuk. Az ember mit tehet? Ugye ő nem veszi meg azt a ízfokozó chipset, nem veszi meg az ízfokozó üdítőitalokat, megnézi az a májkrémbe, hogy ha nem hús van benne, hanem akármi, akkor azt sem eszi. Tehát tudatosan megpróbál táplálkozni. Ennek ellenére még ugye jön a levegőből, a chemtrailtől kezdve mindenféle a talajvizeink el vannak szennyezve, és ezek mind a bennünk lévő bélflórát gyilkolják, ami a belső önvédő szűrő szervünk. Hogyha rendben van a bélflórád, akkor szinte nem is tudsz a betegségeidről. Most ezzel szemben tudunk róla, mert látjuk már, hogy a 6 hónapos disznónak is, vagy a csirkének is folyamatosan az állattartó telepeken, szétfossák magukat, mert nincs megfelelő bélflórájuk, a bélnyálkártyájuk teljesen krónbetegek, ahogy konkrétan kimondtuk, és akkor mondtad, hogy van egy lehetőség arra, hogy ezt a belső bélflórát támogassuk, tehát nem bacikat viszel be, hanem az élet lehetőséget próbálod nekik fenntartani. Erre volt egy kérdés, hogy ez örökké kell fogyasztani, erre azt mondtad, hogy hát igazából először egy intenzív kúra, de a fenntartás miatt esetleg 4 centeket érdemes nap mint nap elfogyasztani egy kávé áráért, de mi ennek a vége? Tehát érted, hogy van egy szkafanderem, legyen akkor ez a fluo, vagy egy szkafander, amivel elválasztom magam a külvilágtól, megpróbálom a belső világomat fenntartani, de ezek a fantasztikus amerikai cégek újabb szemeteket fognak tenni a vegyszerbe, az élelmiszerbe, a gyógyszerekbe, az oltásokba, és nem minden tud a fluvó segíteni, tehát te hitáltál valami, állatoknál fantasztikusan jól működött, most már a tudatos emberek ezt is el tudják érni, de mi ennek a vége, hol látod ezt? Tehát
hát 60 évesen beülni az iskolapadba tanulni fiatalokkal, egyrészt nagy öröm volt a fiatalokkal együtt lenni, de akkor is nekem nagyon sok munkám van, és én nem könnyű. Na most én azért ültem be, egyrészt mert érdekelt, másrészt, hogy ezt a tudást valahogyan odaadjuk, hogy mik azok a dolgok, amiktől mentesülnünk kellene. Aha. Tehát az nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mit ne. Mert az rontotta el a teremtett világ rendjét. Na most, ahogy elmondtad, vannak tényezők, amiktől nem tudunk, tehát nem tudod kivonni magadat, mert nem tudod kivonni magadat, ott viszont nyilvánvalóan ez segít. Nem, ezt a glifozátot mennyire használják? Mennyire elterjedt ez a glifozát? Glifozát, hát Magyarországon használják közvetlenül, tehát a kiskertekbe. Ugye ott egyértelmű engedélyezve van. Tehát azt veszed meg a gyógynövényboltba, vagy mi, nem gyógynövény? Mezőgazdasági boltba. Gazdaboltba. Gazdaboltba. Tehát egy, rá van hívva, hogy glifozát, és akkor azt most nem tudom, azt hiszem, hogy glialkának hívják, azt hiszem. Nem tudom, a Roundup az amerikai neve, tehát nem, én a hatóanyagról beszélek mindig. Tehát, na most a napraforgónak a szakszót mondok, a desszikálására használják. Ez a desszikálás az azt jelenti, hogy mész az autóval, ilyen zöldes-barna a napraforgó, és három nap múlva mész, és teljesen fekete. Aha. Magyarul reglonnal. Augusztusban permetezik, hogy leégjenek. Így van, hogy tehát a nedvességet kidobja magából, tehát ez megöli a növényt magyarul. Na most erre használják Magyarországon. Akkor ez bekerül a napraforgóba, de az olajába is, mindenhova. Persze. Hát ez jó hír akkor. Hát nem jó hír, hanem idézőjelben téve, tehát ugye én ezért, hát ugye én megtehetem azt, hogy nekem ugye a takarmányos kapcsolataim révén hidegen sajtoló üzemekkel van kapcsolatom, jó néhánya, de hatta legalább. De a mezőgazdaság ezt megcsinálja, mindegyik. Várjál, és akkor ő elmondja, hogy volt-e deszikálva a napraforgó, vagy nem volt. Tehát be kellene tiltani magyarul. Nagyon-nagyon be kellene tiltani. Aha. Tehát, de ez már mióta az eszemet tudom, ez van, hogy permetezik a napraforgót augusztusban. Igen. Tehát ez nagyon érdekes, hogy például a tehát, juhász ember fölhív januárban, hogy fú, tehát nagyon nagy baj van, mert pusztulnak az állatok, de nem tudják, mi baj van, és mindenki keres már, megtalálja ezeket a dolgokat, mert na mindegy, lényeg a lényeg, és mondom, akkor mit etett? És akkor elmondja, hogy mit etett, de mondom, valamit etett, még igen, azt mondja, napraforgó olcsót. Az az ocsó, amit már kinyomták az olajat belőle, és nem, akkor visszamarad. Az az ocsó, amik a magtisztítás során kiveszik a maradékot, és ezek a selejt szemek magyarul. Aha. Tehát amit odaadnak, hogy vigye el, vagy eltűzelik, vagy odaadják, hogy vigye el, hogy aha, takarmányozásra. És akkor mondtam neki, hogy ember, de hát ingyen adták akkor is. Tehát, na most nyilvánvalóan, hogyha nagy mennyiségben megeteti valaki, akkor ez komoly problémákat tud csinálni. Tehát hogy egy fermentációs, tehát egy kérődző állatnál a baktériumoknak a szerepe óriási, ott megöli az állatot. Megöli. Tehát, ez borzasztó szíve, mert folyamatosan ajánljuk például napraforgó fogyasztását is, még természetgyógyász körökben is. Na mindegy, és akkor, na... Jó, hát a napraforgó olaj se... Hát most bizonyos természetgyógyászok maradjunk annyiba, tehát ugye azért biztos vagyok benne, hogy tehát a sertés zsírban is benne lehet, de azért lényegesen kevesebb mennyiségben. Hát az olajban sütjük ki a húst. Hát ugye az olajnak több problémája is van, mert ugye az a Magyarországon a nem hidegen sajtolt olajjal is van probléma. Tehát ugye az vegyszerrel kivont, hexánnal kivont, és a hexánnak is van problémája. Tehát... Az igazi hidegen sajtolt, az egy zavaros olaj, és mindent elkövetnek, hogy ilyen csillogó legyen. De a hidegen sajtoltat is ugye egy perliten engedjük keresztül, és gyakorlatilag akkor letisztul az olaj, tehát azzal nincsen probléma. Az van az olaj, hogy lepermetezték, mielőtt elkezdtük présen. Hát ez a fő probléma, és ha tudja az ember, hogy nem volt permetezve, akkor nem rossz a napraforgó olaj, tehát a hidegen sajtot, meg főleg nem, mert abban nincsen ott a hexán. Tehát sok érdekes trükk van itt az élelmiszer takarmány alapanyagoknál, amit hát jobb lenne nem tudni, de hát sajnos én tudom. Hát tudod, a műsort el lehet kezdeni, de nagyon nehéz befejezni, úgyhogy ha újabb és újabb kérdések merülnek fel. Én úgy gondolom, hogy a kedves nézők azért, mert nagyon tudatos, másképp gondolkodó nézők vannak, tehát meg fogod látni a reakcióikból,
hogy milyen módon ezt a, szerintem ezt a fluorsavat is megfogják. Ez herbafulvónak hívják. Herbafulvó. Hagyja viccelek ki, jó? Herbafulvó eszencia, ugye a herba a gyógynövény, a fulvósabból van a fulvó, és ugye... Herbafulvó. Nekem meg, tudod, mit vettem észre? Én is ugye 60 év körül járok, és annyi név, meg képlet, meg minden van, nem csak a biológia, hanem a elektrotechnika, a mikrohullámú területen, egyszerűen túl van bukkolva az agyam. Hát én nagyon erre vagyok beállva, tehát gyakorlatilag. Hát szeretem a történelmet is, tehát az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Na, ő volt a másik kedvencem. Igen, tehát ugye itt a magyarság történetével, vagy a történelmi hazugságoknak a lebontása, az egy legalább olyan izgalmas dolog, mint a biológiai hazugságoknak a lebontása. Mm. És mind a kettő az életünket keseríti. Igen. Meg. Igen. Hát a mentális mérgek legalább olyan mérgek, mint ezek a vegyszerek. Hát a hétvégén nagy megtiszteltetésben volt részem, mert egy ilyen Szent Korona jegyében egy ilyen tudományos konferencián tartottam előadást, és nagyon-nagyon jól éreztem magam, hogy tulajdonképpen ott a mindennapi kenyerünket mondtam el, és gyakorlatilag nagyon jól éreztem magam, hogy kulturálisan ugyanolyan közegbe kerültem, mint amilyen közegbe vagyok a természettudományosan, és azt a kettő most nagyon összejött nekem. És földobtad a jövőnkről, egy kicsit szeretném elmondani, hogy ez a Szent Koronával kapcsolatosan én évek óta készülök, hogy adekvált, autentikus módon ezt a Szent Koronát kifejtsük úgy, ahogy az ön maga valójában van. És az elkövetkezendő évek, kedves VNTV nézők, ennek a mélyére fogunk nézni, hogy a Szent Korona mikor keletkezett, mit jelent a számunkra, milyen képeket szedegettek le róla, hogy bejöttél hozzánk. Igen, akkor láttam, látod, hogy a, rögtön fölismertem, hogy a Szent Korona képei. És kép, tudod, mit kérdeztem a kolléganőtől? Na. Azt, hogy a hátsó kép az eredeti, vagy az 1676-ban rávarázsolt hátsó... 1770. Amikor József kivitte így van, vízbe így van, a így van, koronát. Így van. Valóban 1700. Igen. Jó. Azok, ugye, ezek még a bizánci meg a így van. Igen. És viszont úgy néz ki, hogy megvannak az eredetiek. Megvannak az eredetiek. Egyébként ennek a munkája van, hogy azok valamilyen módon visszakerüljenek, és legalább a fotóikat megszerezve egy olyan készítő, zománc készítő, aki ezt vissza tudja tenni ezekre a dolgokra. Nem akarok előre szaladni, de ez nagyon komoly témánk lesz az elkövetkezendő időben. Megvannak már azok az emberek, akik erről sokat fognak itt beszélni. Mert ez csak egy kis ízelítő volt, egy kis fűszer, mert nagyon durva volt ez a két adás, amit Karcsival csináltunk, de ki kell rakni a csizmát az asztalra. És mindenki, aki az emésztőrendszerbe rendet tud tenni, annak a terméke itt lesz az asztalomon, mert akkora nagy baj van ott, hogy a halál tényleg a belenkből indul, és minden betegségünk egyébként innen indul el, és aki ott rendet tud tenni, annak a csizmáit lesz az asztalomon, még ha ki se tudom mondani rendesen a... Egy rövid dolgot. Igen. Teszek hozzá, hogy nekem mindig az a legfontosabb információ, amikor nagy létszámú állományoknál helyre jön, és olyan állományoknál kapom az információt, ahol a tulajdonos dönti el, hogy jó vagy nem jó. Aha. Tehát itt most nagyon érdekes dolgok. Nem a hivatalosan. Igen, tehát ugye többféleképpen közelítik sajnos a termékeket, tehát ugye ez egy nagyon fontos dolog, ugye amikor közgazdasági szempontból most nagyon olcsó, nagyon alacsony volt a malacára, nagyon alacsony volt a sertésára, és egy 3500 kocás telep ugye folyamatosan vitte, és akkor éreztem, hogy hát csak fel annyit rendel. Hát, egyre jobban vannak mi? De? Nem. Hanem nagyon lement az ár, és akkor jött a külföldről idehozott menedzser, és akkor mondta, hogy sajnos észrevették, hogy nincs ott. És akkor újra visszaálltak. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok, de hát... Na most mindjárt a kis lovak, ugye, én nagyon szeretem a lovakat, ők meg direktbe a természetbe azért ezeket a vegyszerkezelt füvecskéket, lucernát, mindent megesznek, és gondolom, hogy nekik is fokozottan szükségük van. Itt hadd mondjam el, ugye menet közben megálltam, miközben ugye jöttem Szarvasról, mert ugye leadtam egy jó pár litert lovaknak, és egy olyan lovas ember hívott föl, akinek ugye hát 12 lova van, és egy nagyobb lovas tulajdonossal ugye konzultált,
és ő miatta rendelte meg, és azt mondta, hogy ezt így mondják a lovasok, hogy az agyasló, tehát hogy az agyasló az, amelyik tudja, hogy mit kéne csinálni, csak most éppen neki nincsen kedve megcsinálni. Ugyanra a bélagytengelyről beszélünk. Így van. Ha. És ugye az agyasló az kezelhetővé válik. És a kólikás lovaknak is még megelőzésként lehetne? Hát persze, tehát ugye ez nagyon érdekes. Sokan bekólikáznak, tehát hát ugye a kólikának az a lényege, hogy ott különböző, tehát a baktériumokkal vannak problémák, és ugye ez nagyon érdekes dolog, amikor a simaizmok ugye problémással válnak, és gyakorlatilag ott görcsös állapot áll be. Aha. Ugye ott is toxinokat termelnek a baktériumok. És attól tekeredik be bele, nem? Így van, így van. Hát ez nagyon érdekes dolog. Hát, édeslányom, egy egész nap vezetgette körbe a kis lovát, és aztán sajnos elpusztult szegény, de ezt láttam, azt a borzalmas harcot, amit, és nem volt ez az ötletem se, hogy mit adjak neki. Igen, hát ugye a mozgatás az mindig segít, nem szabad engedni lefeküdni, tehát... Hát, na, figyelj, az előbb már befejeztük a műsor, de látod, nem tudjuk. Én még egyszer ezzel a kenyér témában meghívlak még adalékanyag, és keresünk még egy jó témát, meg addigra biztos lesz már saját tapasztalatom, illetve én már egy pár üveggel megiszogattam, mert tavaly megajándékoztál. Nekem érdekes dolgokat csinált, tehát egy ilyen forradalmat az emésztőrendszer, mert utána béke van, de hát én nagyon sokféle dolgot ugye saját termékeink közül is azért ugyanez a gondolat mentén más utakat találok a hegyre. De szerintem ez sok embernek hasznos lesz. Nagyon megköszönöm, itt voltál. Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Mert azért szoktam nézni az adásaidat, tehát ezeket úgy... Kicsit úgy... másabb volt, mint amit Béki tanárról csináltatok, mert ott két nagyon okos ember olyan dolgokról beszélt, amit hárman-négyen értettünk. Tudod, itt most megpróbáltuk úgy, hogy azért többen és is. És még forog a kép most is? Persze, mi nem búcsúztam, mert a kérdés nézettünk. Annyit, hogy azért nagyon sok ember elég jól képzett. Tehát jó, két, tehát van, akinek meg kell mondani, hogy ezt így, úgy, de én nagyon sok kérdést kapok, hogy akkor ez hogy is működik, ez hogy van, és adott esetben elég jó kérdéseket kapok. Jó, mert azt mondom, hogy nálunk is a kedves nézők lassan 10 év óta itt történelemből, biokémiából, parapszichológiából azért képezik magukat, ők lesznek az igazi nagy kritikusait, hogyha elmennek, és a bioboltokba itt ott megkaphatnak. Persze, meg. Hát már most már gyakorlatilag nagy kerekben ott vagyunk mindenhol, tehát... Megnézzük a mi weboldalunkon is, hogyha akarják, akkor itt is el tudják érni. Persze, természetesen. Jó? Én nagyon megköszönöm még egyszer, hogy itt voltál, önöknek meg megköszönöm a figyelmüket, mert igazából olyan dolgokra kaptunk megint bizonyítékokat, amiről idáig beszélgettük, de most úgy láttam, hogy ez még konkrétabban ki lettek mondva. Tudatosan gondolkozzál, tudatosan táplálkozzál, és amíg veszed, addig eszed, és addig ne várjál gyógyulást, meg egészséget. Abban a pillanatban, hogyha tudsz változtatni az életeden, a gondolkodásodon, a mozgásodon, a táplálkozásodon, akkor tudsz csak életminőséget emelni, és változni te is. Még egyszer köszönöm szépen. Viszontlátásra.